Ma két hete szatmárom szolgáltam aratási ünnepélyen, cseréltünk Békás testvérrel, ő szolgált aratási ünnepélyen Erkeden, én pedig Szatmáron. Amikor vége volt az Isten tiszteletnek, fönn az épületen kívül sokan voltak ott, és odajött egy idősebb bácsi hozzám, aki különben a szülőfalumból származott el, és jól ismert engem, és jó kapcsolatunk van együtt. Oda jön, és megszorongat idős karjaimat, azt mondja, Aras, még van egy kevés kis időt, Aras, mert az Isten ezt neked adta. Elmondtam ugyanis, hogy egy negyed évszázadon át arattam a szó igazi értelmébe, a többi ünnepélyeken nem vagyok nagy szaki, ebbe se tartom magamat annak, de azért ebből kivettem a részemet gyermekkoromtól kezdve, abban az időben még, amikor kézzel arattak, én is részt vettem egy minimális kicsi csoport, egy kaszás, egy marékszedő és egy kélekötő, ez volt a minimális, és ennyire futott az én szüleimnek is. Apukám kaszált, anyukám szedte a martot, és én rám bízták a kélekötést. Jó volt, ha volt egy negyedik is, aki aztán összerakta a keresztbe a gabonát. Akkor ezekről beszélek, még visszaszáll az orromba az az illat, úgy, ahogy akkor arattak, ugyanis a buza szára egész lentről volt kaszálva, nem úgy, hogy most magas tarra utána, akkor egész lentről kaszálták, így a zöld növényzet, ami fölnőtt, gyomírtorú hallani se lehetett akkor. Úgyhogy felnőtt a gyom, és ahogy lefaradták a kaszával, és ahogy kévékbe kötötték, az a száraz szalma is, tehát még nem volt elcsépelve, benne száradt meg az a zöld növényzet. Hát annak olyan kellemes illata volt. Mikor bebortuk a gabonát a szélre, tudják-e mi az ő szél? Igen, még kell tudják az idősen meg, akkor kinek mennyi volt a vetése meg, kinek mennyi volt a módja, olyan volt az asztal, jó nagy a gazdag embernek, egész kicsi a szegény embernek, és a még szegényebbnek nem volt semmi, csak az, hogy ment aratni Strámába. Hallották ezt a szót? Az idősebbek sem, vagy valakik. Hát az azt jelentette, hogy dolgozott egész nyáron aratott, és terménybe kapott búzát, és akkor abból tartotta a családját. Hát, aratok, és kegyelemből ma is aratok. Most már nem géppel, meg nem úgy, mint régen, kaszával. Az evangélium erejével, hatalmával, és hát rendkívüli örömeim vannak, ki se tudom fejezni. Nagyon boldog vagyok, sok okom van a boldogságra, meg egyébre is van nekem okom, de a boldogságra annál inkább. Nagyon boldog vagyok, hogy Isten a szívembe helyezte azt, hogy áldjam meg azt a népet, amelyik közé születtem. Tudom, hogy a magyar még nagyon dacos, keménynyakú, és tudom Isten kármul magatartását, bűneit, és én ennek dacára szeretem, és sokszor áldottam meg. Ma reggel is, amikor elértem a szalárdi határt, és már akkor látószögbe volt szalárd, úgy amennyire lehetett, mormogtam magamba is, megáldottam ezt a községet. Nem én áldom meg. Én csak elmondom azt, amit kívánok, és én kérem a Jóatyámat, hogy teljesítse kérésemet. Nagyon boldog vagyok azért is, mert nagyon sok bemerítkezett fehér ruhásra tettem rá a kezemet azért, hogy teljesítsem Atyám parancsát, hogy áldjam meg őket. Hát nem én áldom meg, de küld az Isten, hogy áldjam. Nagyon sok fiatal házast áldottam meg, akik házasságukat az Úr oltára előtt kötötték, és rávetettem kezeimet rájuk. És nagyon sokan közülük emlegetik a mai napig is, mikor találkozunk. Nem beszélve csecsemőkről.
Nagyon sok csecsemőt vettem az ölembe. Sokszor könnyek között remegve. Körzetben, meg azon kívül is. Nem beszélve unokáimról, amelyeket sorra mindegyiket az ölembe vettem, megállottam, de nem tudom hányszor. Nem tudom hányszor. A közelmúltban Besztercén voltam bemerítésen, és az egyik fehérvas oda jön hozzá, és azt mondja nekem, fiatal volt. Dani testvér maga állott meg engem, amikor édesanyám elhozott, hogy bemutassanak az Úrnak. Nagyon örvendtem, mikor ma is láttam valakit. A Gergő volt, akit annak idején Isten kegyelméből itt mutattam be a régi gyülekezetbe. A Gergő anyukája akkor nagy beteg volt, és szorongtunk nagyon, és imádkoztunk az Istenhez. Gergő is sokkal tartozik az Istennek, mint én. Ugye nem szoktad átkozni gyermekeidet, mikor dühös vagy. Se a társadat nem szoktad, se az ellenségeidet nem szoktad. Különleges kötelék köt így engem családokhoz, aztán azokhoz a családokhoz, akiknek az udvarán temetésen kellett szolgálnom, mindegyikhez külön kötődésem van. Külön oda kapcsol az Isten szeretete azokhoz. Áldom és áldom halálom napjáig azokat, akik közé teremtett, helyezett a mindenható. Hogy mennyire igaz a kapcsolatunk a Gergővel, egész kicsi korban megszilárdult, oda járt a mamájához egy-egy kicsit nyaralgatni, és szerdesténként megjelentem észrevésen a gyülekezetben, mind a legjobb barátok voltunk, pedig ritkán találkoztunk, de a szíve nagyon nyitott volt, és szeretném, ha az maradna neki is, meg a többi fehérruhásoknak, akik ma az óra előtt voltak, maradna nyitott. Lejöttem egy szerve este a szószékről, és oda tipek hozzám a Gergő, és azt mondja, te, ha most nem mész a vízbe. Azonnal tudtam, hogy arról van szó, hogy azelőtt volt bemerítés, és látta, hogy én bementem a vízbe, és fehérruhásokat merítettem be. És én értettem a nyelvén a fiúnak, hogy miről van szó, ugyanazon a komolysággal válaszoltam neki, figyelj ide, állj fel és nézz és széjjel, ki van itt fehér ruhában, ha van olyan, akkor bemegyek a vízbe. Talán a fiú széjjel nézett, nincs senki, azt mondja neki. Egy kevés idő még, ameddig Isten kegyelmét élvezhetem veletek együtt. Úgy akarok továbbra is élni, hogy áldjam az Istent és azokat, akik szeretik az Istent. Mindig szükségünk van Isten áldására, így a gabonára is, ami ugyancsak Isten áldása. Az Úr Jézus Krisztus aggódott a samáriai aratás miatt. Találkozott ott a Jákob útjánál egy asszonnyal, akitől vizet kért. Ugye megengeditek, hogy letegyem a kendőmet, mert úgy érzem, hogy nagyon meleg. Nem botránkoztam meg. Először őt aratta le az Úr Jézus Krisztus. Aztán a többieket is. Majd engemet is, ahogy Pál apostol mondja, legutoljára nekem is mindegy idétlennek megjelent. Az Úr Jézus Krisztus aggódott az aratásért. Én is aggódom, valahogy bennem van, a természetemben van, a 25 évi aratásban benne van a mezőgazdaságba eltöltött esztendeim is, és abban különleges hangsúlyt kapott az aratás. Annyira szerettem aratni, hát ott nem 8 órát dolgoztunk, mindenki tudja.
hogy nagyon sokszor előfordult, hogy amit a feleségem oda tett ebédre nekem, azt úgy vittem haza este. Ha mégis meg kellett állni ebédelni, vagy valamilyen oknál fogva, akkor belebújtam a gépbe egészen. Ízig-vérig szerettem, nevetett a feleségem, te, egy szem se a tiéd belőle. Jaj, nem bánom, én csak lássam, hogy folyik a húz a szem. Hogy telik meg a jármű. Hát én nagyon örülök neki. Ma is csodálkozom magamon, hogy is voltam annyira odáig érte. Nagyon szerettem. Áldást láttam minden szemben. Nem egyszer történt meg, hogy aratás előtt, még nem volt érett a gabona, beleültem a buzatáblához. Eltemetett a buzatábla, mert nagy volt. Beleültem és lengett körülöttem, susogtak a kalászok, mert fújdogált a szél. Könnyeztem, néztem őket. Ó, milyen balga kis ember voltam, ugye? Hát nem gondolom. Tudjátok, elveszett már a gabona értéke. És nem örülnek már az emberek, tisztelet a kivétel, mert vannak ma is, akik szeretik és örülnek neki. De úgy általánosan megütköztem annak idején, mikor először bementem egy pékségbe, és láttam, hogy öntik bele a lisztet a készülékbe, ami dagasztja, és látom, hogy tesznek három zsák, papírzsák volt, hogy mi volt benne, majd utólag kérdeztem, meg egy zsák lisztet. Kérdeztem, hogy mit tesztek róla? Hát adalékot, ami jó felfújja. És ha megfogsz egy mai kenyeret, ilyen felfújt kenyeret, és összeszorítod, akkor lesz belőle egy félmaléknyi valami. Ma annyi tápereje, és ne felejtsétek el. Tele van a világ felfújt dolgokkal, adalékkal. Ombok adalékkal van tele a világ, azért van így a kereszténység is, mert megelégszik a látszattal, azt mondja Pál apostol Timóteusnak. Megtagadják annak erejét. Még nem beszéltem a sok festékről. Beérkeztem egy községbe, ahol 15 évig nem voltam, nem jártam. És megláttam, hogy a szemben levő nagy legelő, egykori legelő, buldozerrel le van nyomva a föld, és kérdem az atyafétól, hogy te mi ez, mi történik itt, mit leltetek itt? Hát azt mondja, rájöttek a laboratóriumban, hogy itt olyan kő van, amiben táp van. És a jószágoknak viszik, őrik meg liszté, és még tesznek hozzá ilyen-olyan adalékot, és a jószágoknak adják. Nem mondom, valamikor az óriás adta János Vitéznek a sziklát, kenyér helyett, hát nem lenne jobb a jószágnak a gabona? Adalék, felfújt dolgok, látszat, ami mutat, de ami utálatos, ami csonkítja az értékeit az igazinak, a valódinak, milyen nagy baj. Aggódott az Úr Jézus Samária miatt. Ugyanis örült annak, ami Samáriában történt, csak azért aggódott, hogy nem látják ugyanazt a tanítványok, amit ő lát. A biológiai esztendeje a kalászosnak 9-10 hónap. És akkor igazat mondtak, hogy még van 4 hónap az aratásig. Jézus pedig azt mondta az odaérkező tanítványoknak, hogy ti azt mondjátok, de nézzétek, és akkor ömlöttek ki a városból nők és férfiak tömegesen Jézushoz. És azokra az emberekre mutatott, és azokra mondta, hogy fehérek, érettek az aratásra. Annyira odáig volt Jézus ezért az aratásért, hogy nem is evett.
A tanítványok bementek Samáriába szerezni valami ennivalót, ő pedig leült a kútnál. És mikor megjöttek, látták ott az asszony beszélni Jézussal. Azt sejtették, hogy valaki, vagy éppen az az asszony hozott valami ennivalót Jézusnak. Mert hiába kínálták, hiába adták neki, és mondták, Mester, itt van, hoztunk. Van nekem eledelem. És én onnan olvastam, hogy van eledele Jézusnak, és pedig azt jelentette számára a táplálkozás, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Az az én táplálékom. Aggódott, mert nem mindenki látta így. Aggódott, mert tudta, hogy az embernek is van egy idő. Istentől rendelt idő. Nemzeteknek és városoknak Istentől rendelt idejük van, ameddig megváltozhatnak, megtérhetnek a mindenhatóhoz. Aztán, mikor az az idő elmúlik, akkor hozhattak angyalokat a mennyből prédikálni. És tehettek akármilyen csodát, mikor valakinek a meglátogatása befejeződik, az nem fog megtérni többet. Még ha akar se, annyira akarná se, mert elmúlt tőle az az idő. Ezért Jézus ezt látva aggódott. Örült annak, hogy jönnek kifele az emberek. De hogy az ő tanítványai nem látnak a tömegben egyedet csak embereket, netán éhes embereket, akiket nem sokára meg kell vendégelni, mint az 5000-et vagy a 4000-et. Nem tudom, drágáim, hogy hogy nézitek ti a házatok népét, hogy nézitek a községet, hogy nézitek a várost, az országot, ahol éltek és élünk. A mindenható tanulja annak, hogy mit láttok benne. Látjátok-e benne az érettséget az alatásra? Az Úr Jézus látta, de a tanítványok nem. Ti azt mondjátok, négy hónap az aratásig. Emeljétek fel szemeiteket, lássátok meg, hogy érettek az aratásra. A tömeget nézzétek, hogy jönnek kifele. Nagyon érdekes, hogy kik térhetnek meg, kik jöhetnek a mindenhatóhoz. Semmi esélye nincs a büszke embernek. Sajnos megtérésre, üdvösségre semmi esélye nincs az öntelt vallásos embernek. Szörnyű, Krisztus legnagyobb ellenségei ezen a földön ezek voltak, akik az adalékot szeretik, azt élik, azt gyakorolják. Samária ellenben tudjuk róluk a történelemből, hogy egy veled nép volt. Behozták, betelepítették őket, annak az Istennek a tiszteletét nem ismerték, akik laktak előttük ott, és mikor rájuk jöttek a vadak, akkor ők ízhez kapta, és azt mondták, hogy azért jönnek, mert ennek a helynek az Istenét nem ismerik, sem a szolgálati módján. Hozzanak vissza valakiket a fogságból, akik tanítsanak meg minket, hogy hogy kell tisztelni ennek a földnek az Istenét, hogy űzze el rólunk a vadakat. Samária egy olyan terület volt, amely nagyon bevált az evangélium számára, jó talaj volt. Egyedül ez az asszony megmisszionálta a várost. Bement és elmondta, jöjjetek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent. Hát ezt nem mindenkivel tudjuk sajnos ma se megmondani mindent, mert behasod a fej, baj lesz belőle. Csak úgy lassanként. Még az Úr Jézus is azt mondta a tanítványoknak, hogy sok mondani való van néktek, de el nem hordozhatjátok. Ez az asszony mindent elhordozott. Rávilágított leggyengébb pontjára, mindent elhordozott, mindent megértett, elfogadott. És még arról is megfeledkezett valószínű, hogy a mester valóban megitassa, adjon neki vizet. Hiszen mikor ráébredt a dolgokra,
ott hagyta a vedrét és beszaladt a városba. És neki kezdett aratni. A tanítványok megenni, bocsánat a kifejezésért. Tudjátok, mi, akik közel élünk az Úr Jézusra és szeretjük őt, nagyon sokszor előfordul velünk, hogy beteljesedik rajtunk a proféta szava, hogy ki olyan vak, mint az én szolgám. Fut ez a most megtért, bűnös, parázna asszony, fut be a városba, misszionál be mindenkit, szereti a város, pedig tudja, hogy az ő bűne ott van mindenki előtt, és ő azért ment éppen délbe vízért, mert akkor nagy volt a hőség, és nem sokan jöttek, és nem köpködtek utána, meg nem kiabáltak utána. Most pedig befut, ő maga a városba is hirdeti mindenkinek. És telik az idő, és Samária jó talaj lett az aratásra, jó terület, jó termőföld lett az aratásra. Jézus Krisztus jó nagyot aratott ott, azt mondták neki a samáriabeliek, hogy maradj még köztünk. Két napig maradt még ott aratni Jézus köztünk. Milyen szomorú, hogy a gadareiak, mikor látták, hogy az ördöngöst meggyógyította, és hogy a disznók a tengerbe fulladtak, azok meg azt mondták neki, hogy eredj el a mi földünkről. Nem fejeztem be, csak belekezdtem abba, hogy szereted-e a községet, a várost, ahol lakol. Szokták mondani némelykor, dicsőítik az ördögöt, ezek a mi hívő testvéreink is, hogy az ő városuk, az ő faluk új, de hitetlen. Na, a testvér, nem kell az evangélium. Engem bosszantanak, ha mindenkit nem tudok, mindenkinek nem felelek meg, mert nem is tartom küldetésemnek, hogy mindenkibe bele kössek ilyen értelemben. Én azt mondom, testvéreim, hogy Krisztus egyedül tudja, hogy jó talaj a Bihar megye az evangélium számára, a Szilárd megye, rendkívüli talaj. Én áldom az Urat az elődökért, akik annak idején bejöttek falvainkba, városainkba, és hozták az evangéliumot, sokszor kővel, sokszor bottal válták őket. Annak ellenére jöttek, hittek abban, hogy jó talaj az a terület az evangélium számára. Mennyiszer emlegetem, sokan hallottátok a számból, hogy végigment vasárnap délután az úttörő munkás a falun az egyik helyiségbe. És úgy beszélt az embereknek, akkor összecsődültek, beszélt nekik, azt mondta, hogy két év múlva újra jött. Aztán két év múlva újra jött, aztán még többen összegyűltek, és elkezdte zavarni a község vezetőségét, összedugta a fejét, a bíró meg a pap, azt mondták, hogy ezt nem szabad tovább engedni. És felbéreltek, leítottak egy csoport fiút, hogy mikor jön harmadjára, akkor jó megverik az öreget, hogy írtózzon meg, még bejön a falujokba. Úgy is történt, mikor megjelent a bácsi, előjöttek a fiúk jó fél ittason, aztán elkezdték löbdösni, botlasztani az öreget. El is esett a bácsi, nem egyszer, toloncolták kifele erre a falu népe, és felzúlt, és indultak is, kiáltoztak, jött a bíró is, jöttek is, mikor már távolabb volt a tata, akkor kővel dobálták hátul, mikor főbe találták, mikor hátra, ahogy. És az utolsó szava a bírói volt, hogy a lábát ide többet nem merje tenni. Megfordult a tatas, azt válaszolta neki, bíró, mostanhoz egy égrei gyülekezet lesz. És ez profécia most, ez beteljesedett. De a többsége, mint a tanítványok, a samáriakról, ha valakiket, ősmiket, irtózatos embereket, ugye tudjuk, mert mondta is az asszony, hogy nem beszélnek a zsidók a samáriakkal. Valami irtózatos embereket láttak a samáriakkal a tanítványok, meg a zsidók is. Míg Jézus meglátta bennük a megérett gabonát. Úgy látod a községedet? A rokonságodat. Ó, a feleségedet, aki annyiszor, de annyiszor haragudott azért, hogy te megtértél, bemerítkeztél. A férjedet, úgy látod? Vagy azt szoktam mondani, hogy hú, az én családom, az nagyon gacos, az nagyon, nagyon lázas. Sajnos az én férjem, az én feleségem, az én fiam, az én unokáim, azoknak nem kell. Hát így hízik az ördög, mikor te ezeket hiszed, és így látod.
Jézus nem így látta, s ez egy nagy aggodalom volt Jézus számára. És kezdte mondani a tanítványnak, hát emeljétek már fel a fejeteket, hát nyissátok már ki a szemeteket, lássátok, hogy érettek az aratásra. És egy másik dologért is aggódott az Úr Jézus Krisztus a samáriai eseményekben. Hogy nincs arató. Hallottuk ezt már a bizonyságtételekben is, költeményekben is, nincs munkás. Vagy legalábbis kevés a munkás. És aki arat, az jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt. És boldog az, aki ezt a munkát tiszta szívből tudja szeretettel végezni. És hogy ez nem csak valakiknek, nagy szónokoknak, prédikátoroknak a feladata, hanem ez minden egyes megtért újjászületett hívőnek a szent feladata, hogy ezt a munkát végezze. És ezért aggódott az Úr Jézus Krisztus. Mélyen aggódott? És serkentette a tanítványait, és emlékeztette őket, hogy ti csak egy láncszem vagytok abban a nagy műben, nagy munkában, amit Isten kezdett el. Azaz, ti mások munkájába állottatok. Más volt a magvető, és más az arató. Igen, mások dolgoztak előttük. Keresztelő János és a proféták mind, és az Úr Jézus Krisztus egész a tanítványokig, az apostolokig. Majd ők is folytatták, és életük befejeztével abba hagyták, maradt a következő nemzedékre. Itt is úgy lesz. Azok, akikért imádkoztunk ma délelőtt, és az Úr nevében áldottuk őket, azok között vannak, azok az ige hirdetők, akik sírva emelve fogják vinni az ige magvát, és hozzák majd kéveiket, örömest, ahogy a 126. Zsoltárban olvashatjuk is. Jézus Krisztus tehát aggódott azért, hogy nem eléggé látják a munkát, és nem eléggé látják a csoport összetételét. Vigyázzunk a szakadékra, ami a nemzedékek között jön létre. Én nem vagyok arról informált, hogy itt a fiatalok csak fiatalokat szeretnének, az idősek meg csak időseket szeretnének. Én úgy hiszem és úgy gondolom, hogy itt Krisztus szeretete eltörölte a határokat, és a munka, a feladat, amit rátok hagyott az Úr, az nem ad lehetőséget arra, hogy az öreget küldjük, vagy tegyük félre, vagy a fiatal tegyük félre. Mindenkire nagy szükség van. És ebbe az igébe is Isten azt akarja elérni velünk, hogy vegyük nagyon komolyan a feladatunkat, amit ránk bízott, és tudjuk meg, hogy csak egy ideig van ránk bízva az a munka. Másnak a munkájába, töredelmébe állított bele az Úr, és így, akik utánunk jönnek is, ezt fogják kapni. De a munka folyni fog, mert Isten van e mögött, és ő mozgatja ezt a munkát, ezt a feladatot. A következő percekben a vetésről. Az Úr Jézus azt mondta, hogy más a magvető és más az arató. Azzal, ahogy élünk, mindig vetünk. Aki bőven vet, az bőven is arat. Aki szüken vet, szüken is arat. Biztos vagyok benne, hogy még a mai napon is elhangzott az Atya jobbján az Úr Jézus szava. Nem is egy imádkozónak a világon. Az öreg mamától a zsenge gyermekig. Fiam, leányom, legyen néked a te hited szerint. Ahogy élsz, ahogy imádkozol, ahogy adakozol, ahogy olvasod a Bibliát, egyféle magvetést gyakorolsz. Veted, hinted a magot. Egy részét fogod aratni, egy nagyobb részét mások fogják aratni. Ha te szentülész ebben a jelen való világban, megáldatnak benned és miattad a te utódaid, írja Pál apostol
amikor a nőkre utal és mondja, hogy mit tudott te asszony, hogy te miattad megáldatik a te házad népe, akik ugyan még hitetlenek, de a te hited, a te odaszállásod, a te hűséged miatt megáldatik a te egész házad népe. Sokat gondolkodtam már felette, hogy milyen volt a Kain családi köre, aki meggyilkolta az ő testvérét. Mikor az átkot kellett hordozni, amikor sorra gyermekei ezt vették tudomásul és látták, hogy átok alatt vannak. Vajon soha nem vitatták apjukkal ezt a kérdést? Apu, miért kellett azt tenni? Vajon milyen volt az az út, mikor Ákán és családja le lett kísérve a patakra, hogy megkövezzék? Nem csak a családja, a jószágával együtt, mindennel együtt. Roncsol meg az Isten téged, mondta Józsué, az ítéletet. És levitték, és még oda jutottak a patakig. A nagylány, a nagyfiú, a középső, a kisebbik. Mit mondhatott az apjának az úton? Miért hoztál ránk ilyen átkot? Miért vezettél minket ilyen halálba bele? Mit fog mondani az unokád az ítélet napján neked ott? A fiad, a leányod, a férjed, a feleséged, a nagyszülő. Mit fog mondani? Vetünk, mert így az igaz, így a helyes, és aratunk a magunk idejében. Vessünk jó magot tiszta igét. Ne szeressük az adalékot. A valóságos ítéletet szeressük, Krisztus szeressük igazán. Aztán az aratás idejéről. Hát ez egy nagyon kényes pont. Úgy tanítottak engem annak idején az iskolában, hogy van egy optimális idő az aratásra. És minden vidéknek megvan a maga optimális ideje, van dátum eltérés. Például nagyon jól tudom, mélyen meg vagyok gyermekkoromtól győződve, hogy itt a ti vidéketek legalább 3 héttel előbb tavaszodik, előbb érik be a gabona, és a munkálatokkal is legalább 3 héttel előbb vagytok, mint mi ott a Szilárdságnak azon a részén, ahol én élek. De nektek is megvan az optimális idő, és nekünk is megvan az optimális idő. Ez azt jelenti, hogy nem előbb aratunk, míg be nem ért a gabona. Mi ezt nagyon szeretjük pedig. Mi olyanok vagyunk, hogy elindítettük a magas, azonnal aratnunk. Még én is ilyen vagyok. Elhagyta a közösséget valamikor évtizedekkel ezelőtt egy lelki pásztor. És én meglátogattam idős korba őt, és azt kérdeztem tőle, legyen szíves, mondja meg, miért tette ezt a lépést. Azt mondta nekem, hogy 3 feladatot diakonuson volt a gyülekezetben. Mind nagy borivók voltak, miközben prédikáltak. És én könyörögtem nekik, összefogtam a kezem, a Bibliám a kezembe fogtam a pásztort, és azt mondtam, drága testvér, én addig nem eszek kenyeret, ameddig ti kibírjátok, hogy nem iszok bort. Lapozták azok a Bibliát, úgy keresték ki az igéket, éjkevés bor, úgy tudták felgyűlni. És belefáradt ennek az embernek a lelke. És ott hagyott mindent is elment. Mondom neki, hogy tessék ide figyelni, most januárban éppen. A gyülekezetben tisztítás volt. Felállítottam a gyülekezet előtt azokat a férfiakat, akik nem használnak szeszes italt, Isten előtti őszinteséggel. És azt mondtam a gyülekezetnek, nézzék meg őket, na ezekből válaszol. És a mostani bizottságban nincs szinte senki, aki használ szeszes italt, nemhogy diakonus, felavatott ember. Szerintem egyszerűen ember, senki nem használ szeszes italt. Ide csapta a két kezét az öreg bácsit, jaj, soha nem hagytam volna a közösséget, ha tudtam volna. Azonnal jött a válasz, mert mondom, tessék ide figyelni. Hát maga prédik rá, én meg aratom. Hát nem így van megírva. Más a magvető, más az arató.
De azért butaság, hogy az ember le akarja aratni azonnal, amit elvetett. Ez nagy butaság, nem szabad ebbe a tévedésbe beleesni. Kérlek titeket, nem csak ilyen szinten, minden szinten igaz ez. Imádkozol, és mire felállnál a térdeidről, azt szeretnéd, hogy fehér ruhás angyalként legyen ott az, akiért imádkoztál, megtérve, újjászületve. Hát, hogy gondolod te? Elvetetted, még a buza magnak is van, mondom, 9 vagy annál is több hónapja, ameddig találkozik faggyal, hőséggel, találkozik viharral, jó idővel, találkozik árvízzel, szárassággal, míg letelik a biológiai esztendeje, és ott van a meghajlott kalász tele, és az optimális időbe kiállt a gazda felé. Már alig bírom, jöjj, mert kihullnak a szemek. Ezt hallja a te szíved. Mikor visszajött Kínából az egyik evangélista, azt mondta otthon, hogy muszáj menjek vissza, mert hallom, hogy sikolta a kilanyag lelke. Hogy mennem kell vissza, mert a megtévedőnek lelke sikol. Készek az aratásra. Optimális idő. Azt is mondom néktek, mégis úgy van, hogy van egy idő, amikor az Isten akarata egybecseng a megtérni akaró emberrel, és akkor a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. Van optimális aratás. Pont az idején, nem előbb, nem is később. Karácsony nagy hete volt, és jön a mérnök hozzám, és azt mondja nekem, hogy a Bandi, elő kell venni a glóriát, és ki kell menni aratni. Mérnök úr meggondolta jól az egészet, meg azt mondja, a helikopterről lefényképezték, van egy parcella, ami tönkre ment, mondta, mely, az mezőnek melyik részén, két erdő között, és nagyon elővettek érte, és a Karácsony nagy hete van, bár el kell menni, le kell aratni. Nem számít, nem lesz egy szem se, csak arassa le. Jó, elmentem, leavattam. Hát nem éppen egy szem, de valami nagyon-nagyon az, nem amennyit elvetettek messze, de nagyon kevés volt. De üzenetnek az Istentől nekem nagy volt akkor. Istenem, akkor akarni megtéríteni valakit, Istenhez vezetni, hogy is mondja egy régiének, a megtérés ideje elmúlt. Mikor szól az Isten a gyermeknek, szól az ifjúnak, szól a házasulandónak, szól a középkorúnak, szól az idősnek, és egyszer csak letelt az optimális idő, amikor nem tud megtérni. Én találkoztam ilyen emberekkel. Ismernek evangélistákat, akik mindenkinek adnak kegyelmet. Mindenkinek azt mondják, hogy Isten mindenkinek megbocsát. Pedig csak a töredelmes és bűnbánó szívet nem veti meg az Isten. És nem bocsátott meg Júdásnak se, akár mennyire megkeseredett a lelke, és oda csapta a pénzt a templomba, hogy na hát jó van akkor Júdás, hogy ilyen bűnbánatod van, akkor mégis megbocsátok. Én nem tartozom ilyen evangélisták közé. Azok közé tartozom, akik tudják, hogy mindenkinek van egy alkalmas idő. Az én megváltom aggódik, és sírt Jeruzsálem fele, és azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzám küldettek. Hányszor akartalak egybe gyűjteni, mint az ő fiacskái, és ti nem akarátok sok. Mondta Jézus Krisztus, hogy a meglátogatások idejét nem ismerted fel. Hiába. Aratásnak optimális ideje van. És ezt kaptam én meg az Istentől, akkor, mikor szólt hozzám, fiatalom, hallottam meg hívó szavát, és learatott engem a drága megváltó, övé lettem. Azóta engemet is befogadott a nagy aratásába. Olyan nagy a mező, annyian vonnak az emberek, akiknek még most van az optimális idő, az alkalmas idő. Talán te is érzed, hogy ennek az ideje most van. Hajtsátok meg a fejeteket velem, mint az olyan.
Az elmúlt napokban mi készültek a fehér ruhások a bemerítésre. A te családodban is, ahonnan volt egy fehér ruhás, vagy talán több is, szorongások voltak benned. Talán lelkiismeret furdalás amiatt, hogy nem éltél olyan példás életet, hogy meglássa a gyermeket benned a Krisztust. Talán ma, vagy az elmúlt napokon ébredtél rá arra, hogy itt az ideje, hogy a valódit, és nem az adalékot éljed, nem a képmutató életet éljed, eljött ennek az ideje. Ó, talán ma ráébredtél arra, vagy éppen most délután, hogy most van az alkalmas idő, az optimális idő. És bizonyára tudom, hogy vannak személyek, akik ha ma nem jelentkeznek, elkésnek örökre. Ezért én nagy aggódással és szorongással teszem a felhívást felétek. Aki tudja, hogy itt az ideje, hogy ő megváltozzon, akkor is, ha gyülekezeti tag, akkor is, ha szolgál a gyülekezetbe. De itt az ideje, hogy teljes változás menjen végbe az életébe. Álljanak fel azok a személyek, akik látják, érzik, hogy most van annak az ideje. Hogy imádkozzunk, értetek? Azok is felállhatnak, akik a munkára való felhívást hallották meg a mai napon Jézus részéről. Olyanok, akik készek, ha kell Samáriába menni, ha kell Jeruzsálembe, ha kell bárhova is, ha van ilyen is, azok is felállhatnak. Tudom, hogy nehéz a küzdelem. Azért nem sietem el a dolgot. Tudom, nekem az Úr megjelentette, hogy nagy szorongások között vannak itt valakik. Tudom, hogy nagy kérés, hogy fölállj. És nagy küzdelem. De megteheted. Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mentek meg a lelkedet. Isten adjon meg, tessék arra maradni. Mindenki hajtsa a fejét, és senki ne keresse ki az, akinek Isten a szívére beszélt. Még van más személy is. Az a kemény küzdelem, ami a benned megy végbe most, ide felérzik a szószékre. Uram, könyörülj! Kérlek téged, könyörülj! Szeretem ezt a népet, akihez küldtél a mai napon. Nem akarom, hogy senki közülük elveszem. Szentlélek, Isten, add győzelmet, kérlek! Van valaki még, aki érzi és tudja, hogy itt az ő ideje újat kezdeni Krisztussal, őszinte elhatározás, ha van még valaki, megtehet. Drága megváltom, hálás szívvel imádom dicső nevedet, köszönöm neked, hogy aggódásaidat olykor szolgáidnak, gyermekeidnek is átadod, érzékelteted, és köszönöm, hogy nekem is adtál ebből. Ismerem és tudom, hogy ebben a nagy munkában olyan csekély az, amit tehetek, de nem is én teszem, csak odaadom magamat neked, hogy használd a kezedbe. Kérlek alázattal áld meg azt és azokat, akik ezen a napon, vagy az elmúlt napokban
érezték, látták, hogy elérkezett az aratás ideje, hogy meg kell takarítatni, kérlek, hogy segítsd meg azokat, azokat is, akik ott maradtak küzdelmükben, tehetetlenül a padba ülve, vagy azt is, aki jelezte ezt. Dicsőítsd meg drága nevedet ebben a községben, alázatos lélekkel könyörgök. Nagy ez a község, és ne vesszen el ez a község. Szabadítsd meg, mentsd meg, drága aratásnak, Urat, cselekedj hatalmasan, hogy mindenki megtalálja az atyai házhoz vezető utat. Neked van erre hatalmad. Kérlek, fogadj el úgy, amint vagyunk. Könyörgöm a gyülekezetért, akik ide járnak és itt szolgálnak neked. Látogass meg őket továbbra is, és munkáld a szívükben a teljes átadást. És azokon is könyörülj meg, azokon a családokon, ahol nehéz gondok és küzdelmek vannak. A Jézus nevéért dicsőítsd meg magadat, mi bennünk és a mi időnkben is örökre. Amen. Amen. Felemeljük.